Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Ünnep van, Jézus szívéi! Ezt az ünnepet igazából már sokan felfedezték alakok Szent Margit alapján, de már a középkorban voltak misztikusok, akiknek fontos volt a Jézus szíve, mert kifejezi azt az együttérzést, azt a szeretetet, ami Istenben van. És gondoljunk arra, hogy hányan mutogatják a szívecskéket, hogy milyen fontos, hogy szeretlek téged. Isten nagyon szeret bennünket. Éppen ezzel kapcsolatos a mai evangélium. Mielőtt meghallgatnánk, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen, aki együttérző vagy, mutasd meg nekünk, mennyire szeret bennünket Isten, mennyire szeret bennünket Jézus. Segíts, hogy befogadjuk mindezt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom a János evangéliuma 19. fejezet 31-től a 37-ig, ami az ünnephez kapcsolódik. A zsidók pedig, mivel készületnap volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg lábszár csontjaikat, és vegyék le őket, hogy a testek ne maradjanak ott a kereszten szombatra, mert az a szombat nagy nap volt. Oda mentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát először az egyik vele együtt keresztre feszítettnek, aztán a másiknak. Amikor azonban Jézushoz értek, mivel látták, hogy ő már meghalt, nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki ezt látta, tanúságot tett róla, és igaz az ő tanúsága. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek, mert ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontját ne törjék össze. Egy másik írás pedig azt mondja, látni fogják azt, akit keresztül szúrtak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Amikor Jézusnak a szívét átdöfték, ugyan már meghalt, biztos, ami biztos, beleszúrták a lándzsát, és a szívéből vér és víz folyt ki, mint a keresztségnek és az oltári szentségnek egyfajta jele. Ugyanakkor Isten szeretetének kiömlő jelenléte. Tulajdonképpen akkor van szükségünk Isten szeretetére, amikor bajba vagyunk. És talán sokan emlékeznek arra, hogy 1950-ben, pont ezen a napon vittek el annyi sok szerzetest, és szüntették meg a lehetőségüket, hogy megéljék közösségben a szerzetesi életüket. Fogadalmaikat azonban meg tudták így is tartani, az Istent nem lehetett kalodába zárni, és valóban sokan éltek tovább, Isten szeretetében, és ma szabadok vagyunk, lehet gyakorolni a szerzetesi mi voltunkat. Ez a múlt, de most is vannak olyanok, akik szenvednek, és velük együtt érez Jézus, és mellettük ott van Jézus, és értük szenvedett Jézus. Önösképpen gondolok azokra, akik Kárpátalján élnek. Sokan hallunk a háborúról, oroszok és az ukránok között. És itt-ott talán eseményekről is hallunk hírekből, de a legtöbbet akkor tudjuk meg, amikor azokról hallunk, akik ott élnek. Hiszem azt, hogy Kárpátalja Jézus szívében van. Hiszem azt, hogy a kárpátai helyzet Isten szeretetében van. De tudjuk meg, hogy mi történik köztük és velük. Egy ottani testvérnek a leveléből fogok olvasni, amit hírekben talán nem is lehetett hallani. Most hasonló lett itt a hangulat, mint a háború elején,
amikor teljes pánikban voltak az emberek, nem lehetett tudni, mi lesz, menekülni próbáltak. A 18-án életbe lépő mozgósítási törvény tényleg a véget jelentheti a többségnek. Vagy elmegy és regisztrál egy másfél hónap múlva, vagy üldözött bűnözővé válik. Csak egy következmény a sok közül, hogy nem tudnak tovább dolgozni. Nem is értjük, hogy ki fog. Múlt héten sok kamionsofőrt rángattak ki a kamionból, és vitték el úgy, hogy a kamiont rakományostul az út szélén kellett hagyniuk. Pár napja voltam az egyik magyar faluban. Mondták, hogy a temetőből vitték el az utolsó sírásót. És amikor a temetkezési vállalkozó kérdezte, hogy a mai három temetéshez, köztük egy katonatemetés, ki fogja kiásni a sírt és leereszteni a koporsót, azt mondták, hogy ilyen feladatokat nők is el tudnak látni. És akárkivel beszélgetek, azonnal hallok legalább három hasonló történetet a közvetlen környezetéből. A besorozott ismerősök történetei mellett bevitték 2 hét kiképzés pénteken a frontra, vasárnapra halott forgatókönyvvel. Eddig is voltak kényszerítő eszközök, de most a teljes ellehetetlenülés fenyegeti a családokat, férfiakat. Sokan próbálják menekülőre fogni. Az még a viccesebbek közé tartozik, hogy valaki nőnek öltözve a nővére útlevelével próbált átjutni a határon. De az egészen tragikus, hogy csak tegnap 6 holttestet fogtak ki a Tiszából, férfiakét, akik megpróbáltak átjutni. És nem lehet mit mondani az ilyen helyzetben lévőknek, csak meghallgatni lehet és imádkozni. Ezért kérem továbbra is a reménységért való imádságot, és azt, hogy észrevegyük a mennyország perspektíváját. A fizikai lét megmaradása, mint fő kérdés mellett, a hogyan maradjunk normálisak is komoly kérdéssé vált. Sokaktól hallom, hogy attól félek, hogy megbolondulok. Vannak, akik már nincsenek is jól. Mindannyian megyünk keresztül krízisen, de az állandó krízis állapotban tényleg nehéz normálisnak maradni. Nekünk, az itteni magyaroknak könnyű. Híreket hallunk, aggódunk, de van egy nagyon fontos lehetőségünk, amit ők kérnek, az imádság. És most én erre hívok minden kedves nézőt. Ne csak nézzük, ne csak hallgassuk a híreket, imádkozzunk együtt. Ők írtak egy pár könyörgést, és kivételesen most a záró imánk ezzel kapcsolatos lesz. Ezt olvasom fel. Imádkozzunk hát közösen. Urunk és Istenünk, kárpátaljai testvéreinket hozzuk most eléd. Hálát adunk azért, hogy meg akarnak maradni a veled való közösségben. Kérjük, add meg nekik a reménység ajándékát, hogy minden lehetetlennek látszó helyzetben felismerik azt, ami békességükre szolgál. Védelmezd, Urunk, azokat a férfiakat, akiket katonának vittek. Te védd meg testük és lelkük épségét, és vezéreld haza őket családjukhoz. Azokért a családokért kérünk, akik a behívástól való félelemben élnek, őrizd meg szívüket és értelmüket a te békétben. Add, Uram, hogy a sötétségbe a feltámadt Krisztus fényét vihessük mindenhová, ahová küldesz minket. Segíts felismernünk ezeket a helyzeteket, és add meg az erőt és a bátorságot, a te szent lelkedet, hogy a te képviseletedben cselekedjünk. Most és mindörökkön örökké. Amen.
Úgy legyen.